Egy kis műhely, lelkes pedagógusok és diákok és egy év megfeszített munkája. Dióhéjban ez a siker titka, hiszen a Munkácsi Mihály Általános Iskola Kis Titanic animációs műhelye Pecsenyehattyúk című filmje kategória győztes lett a 12. Pécsi Nemzetközi Diák Filmfesztiválon. Volt egyszer egy eszkimó. A története pedig gyakorlatilag 4 évre tekint vissza, akkor kísérleti jelleggel tábori programként indítottuk el az animációt, majd amikor ott egy kicsit megfertőztük a gyerekeket, akkor lett belőle szakkör, és a tavalyi év óta gyakorlatilag beépült a tantervünkbe, tehát a 6. osztályba most már a műhely, tehát a tananyag része. Hetente 3-4 óra stúdiómunka és közel ennyi otthoni előkészítő tevékenység kellett egy éven át az 5 perces film elkészítéséhez. A filmet egy 3 fős stáb készítette. Én terveztem meg a figurákat, kivágtam őket, amit kellett kiszíneztem, meg én mozgattam úgy a dolgokat. Vadászgatott a tundrán, s rájött a szükség. Kis Eszter pedig fényképezte a filmet. Mire kellett odafigyelni, mennyire nehéz ez egyáltalában? Hogy aprólékosan fényképezzük, hogy ne legyen darabos a mozgás, hogy ne villanjon be a kép, vagy, és hogy éles legyen. Akkorjában az emberek még kisebbek voltak, s könnyebbek. Nem ám kövérek és kóleszagúak, mint máma. Mesemondó narrátorként Somos Nóra működött közre. Elvállaltam ezt a szerepet, hogy felmondhatom a mesét erre, mert az volt benne a nehéz picit, hogy nem tudtam, milyen lesz az animáció előre, és akkor csak úgy tippeltem, hogy hangsúlyozzam egy szöveget. Aztán végül is úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és akkor többször, nagyon sokszor gyakoroltam, kaptam egy ilyen lapot, és akkor a végén felmentünk egy rádióba, és ott elmondtam. A műhely Parti Nagy Lajos meséjét dolgozta fel, természetesen a munkának ezzel nincs vége, hiszen folyamatosan dolgoznak a diákok más ötleteken is. A Pecsenyehattyúk című munkát hamarosan a Fehérvászon Filmklub című műsorunkban is láthatják. A Fehérvár Televízió gratulál a csapatnak.